Üdvözlöm a hallgatókat, önök az Aréna című műsor délelőtti kiadását hallják, a mikrofonnál Szűcs Péter, mai vendégünk pedig Gyurkovics Tibor író. Jó napot kívánok! Kellemes ünnepet, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásukat. Áldás, békesség, mondanám Makovec, és én is őt utánzom most. Beszélgettünk a húsvétról természetszerűleg, csak én arra gondoltam, hogy előtte egy kicsit az ünnepekről beszéljünk, hiszen általában mindig egy konkrét ünnepről van szó, amikor egy-egy ilyen nap alkalmával vendégeinkkel beszélgetünk, de magáról az ünnepről, mint fogalomról, arról talán ritkább szó esik. Mennyire tudunk ünnepelni? Mit gondol erről? Nagyon elszoktunk az ünnepektől, nekem is ez a benyomásom, hiszen 40 éven át olyan hivatalos nyomás volt az ünnepeken, hogy részint föl kellett vonulni, részint le kellett vonulni, részint ünnepelni kellett egy olyan szót, ami fölszabadítás, amiről sajnos hosszú távon szó sem volt. Na most ez az embereket visszahúzódóvá tette a nyilvános ünneplésektől. Azt hiszem, a magyarság ünnepelő készsége az vidéken teljes mértékben megmaradt. Mert ott a család egy fontosabb zárt egység, és maga a falu közösség is más, mint az urbanizált ember. Hogy jöttem most be, és néztem ezeket a húsvét hétfőn is fáradtak, és nyomorult leányok voltak, pedig fiatal leány, az egyik lehetett egy 18, másik 20, és most, mintha már előre aludnának egész nap. Valamilyen módon nincs meg az a dopping szere a léleknek a városokban, ami természetes volna, hanem ehelyett áll izgató szereket használunk, ilyenek például a sokat szervezett fesztiválok. Ezek a fesztiválok természetesen ennek is vannak, mint minden mai dolognak pénzügyi háttere, ezt megszervezik, híres embereket hívnak, azok produkálják magukat, akár zenében, akár irodalomban, egyébben, de a fesztivál számomra nem ünnep. Fesztivál egy megjelenítési forma, amiben gyönyörű zenék lehetnek, de az ünnep az egy meghittebb, belsőbb dolog, intimebb dolog, és ezt nagyon jó volna visszahozni. Természetesen ez összefügg azzal, hogy maga a vallás is meggyötörtetett, tehát az sem tudja ezt a hangulatot igazán produkálni. Mennyire, ahogy fogalmazott, hogy zárkózott az ember, vagy zárkózottabb bizonyos értelemben, hogyha az ünneplésről van szó. Ez mennyire habitusa a magyarságnak, vagy mennyire hagyománya? Ugye a hétköznapi ember számára is bizonyos népek a világon, ha ünnepelnek, ők látványosan láthatunk képeket a televízióban, hogy nagyon vidámak. Akkor azt tudjuk, hogy az északon élők nyilván a éghajlattal is összefüggésben ők még visszafogottabbak hozzánk képest is. Valahol a kettő között vagyunk, csak kérdés, hogy ez habitusunk vagy hagyományunk? Azt hiszem, hogy ez benne van a magyar alkatban. Annak ellenére, hogy tud duhajkodni rettentő mód és mulatni, nekem mindig visszatetsző volt, én gyerekkoromban az úgynevezett horti rendszerben éltem, visszatetsző volt ez a nagy cigányozás. Apámék tűrhető módban éltek, és az volt program, hogy ünnep, összejöttek egy vendéglőben vagy valahol, és cigányoztak. Na már most... Mármint a zenét. Cigányzenét hallgattak, és arra mulattak, énekeltek. Megmondjam utólag, nem volt számomra túlságosan szimpatikus. Miért? Mert úgy éreztem, hogy van benne valami hamisan fölfokozott. Apám nem olyan volt, mint a vendéglőben. Anyám se. Odáig ment a dolog, természetesen voltak ennek kedves mozzanata is, hogy anyám is végül is, mikor rájött arra, hogy apámat követni kell a lelki és szellemi szárnyalásban, sőt a fizikaiban is, akkor maga is ugye ilyen egy decis kis pohárkákból ivott egyet-egyet, azt úgy elpattintotta az ujjával, és az összetört. Na már most ezek gyermeteg, édes dolgok, de én azt hiszem, hogy akkor
nem szolgáltatta ezt az örömöt, amit ők ebben megéltek. Uh-huh. Megint csak visszatérek. Vidéken nem így. Ugyanakkor, mikor lementünk Zamárdiba, kimentünk a Csibeházára, és ott a pincében, ott éreztem azt, hogy valamilyen, hát hogy mondjam, nemesebb ünnep ereszkedik ránk. Ezt már többször is említi, hogy a város, illetve a vidék, a falvak közönsége másként éli az ünnepet. De ebben van egy furcsa kettőség most, ahogy mondja, igazából most gondolkodtam el ezen, hogy való igaz, hogy a falvakban például a hagyományok tisztelete nagyobb. Ilyenkor húsvétkor reggel 6 órakor bizony már láthatnánk, vagy láthattuk volna, ha ott lennénk, hogy mennek a fiatalok és úgymond locsolkodnak. Nagyobb a hagyománya, mint a városokban. De ugyanakkor, ha pedig a falvak lakosaitval találkozott már nem egyszer, nem kétszer, a hétköznapok tekintetében viszont bennük van egyfajta zárkózottabb életfölfogás, mint mondjuk a városi emberhez képest, nem? Ez furcsa, hogy ünnep idején talán van egy ilyen keresztmozgás. Hát vagy nem tudom, nem így. Tudom, most Nógrádba szereztünk. Látva a város kisfalvat, mert az én családom is kisfalúból származik. Hova? Hát én a Borsod megyében, Szerencs környékén, igen. Na hát most Nógrád. Sokszor gyerekként láttam én is, hogy működik ez. Zemplén ezek szerint, és mi most Szandavár alján vettünk egy kis házat, elcseréltük a Dunakanyarból, mert a Dunakanyar is sok volt nekünk, mert ellepték az idegenek. És ott azt érzem, valamilyen módon figyelnek még a másikra hétköznap is. Zárkózottabbak oda benne a lélekben, de amikor segíteni kell, vagy együtt dolgozni, vagy például most, ahogy mi oda megérkeztünk, olyan meleg szeretettel fogadtak, ami engem nekem visszaidézte a gyerekkoromat. Rákosfalván születtem, én az itt volt a Budapest határában, Rákosi réteg, ugye Kőbányával összekötött Zugló, egy gyönyörű vidék, és ott volt ilyen kisvárosi tiszta hangulat, nem beszélve erről a bizonyos locsolásról, ugye az nálunk nagyon dívott, rendkívüli fiatal részegek tudtunk lenni, úgyhogy nagyon-nagyon szép emlékek. Nem beszélve most a város, vagy a vérmezőn sétálgatva találkoztam egy 92 éves embertársammal, aki ott született szintén Rákosfalván, és fölidéztük. Akkor a fák voltak még az utca mentén, hogy nem lehetett két embernek körülölelni. Na már most, akinek a háza előtt ilyen fa áll, kérlek szépen, az más ember. Aki kimegy a határba, és patakot észlel, és napfényt, és elvetett vetés illatát, az más ember. Beszélgettünk egy kicsit az ünnepekről általában, de már rá is kanyarodtunk az elmúlt néhány percben a húsvétra, a mai ünnepre. Ami bizonyos értelemben azért nehéz ünnep, vagy legalábbis elvont. Hiszen van benne egy szenvedéstörténet, ha most a vallási oldaláról közelítjük, és most tegyük ezt először. Van benne egy szenvedéstörténet, van benne egy föltámadás öröme, egy dialektika, és ugyanakkor pedig maga a feltámadás, mint olyan azért meglehetősen misztikus, nehezen megfogható, nehezen átélhető, nem? Azt mondják, hogy minden ember valamilyen módon haza akar találni. Egyszerű szóval boldog akar lenni. Ezt a különböző vallás különböző utakon, módokon szolgáltatja, hogy úgy mondjak. Én magam, aki a piaristáknál jártam iskolában, és nagyon nagyra becsültem azokat a tanárokat, mondhatni talán többet tanultam tőlük a gimnáziumban, mint ugyanoda járván, hiszen államosították az épületet az egyetemen. Hamar apámat elvitték kamaszkoromban orosz hadifogságba, civilbe, 50 éves volt, és akkor úgy éreztem, hogy teljes árvaságra jutottam, és nem beszélve ostrom után voltunk letiporva,
és valamilyen módon nagyon erősen belekapaszkodtam én Jézus Krisztusba, és megmondom, hosszú életem soráról visszatekintve nem bántam meg. Krisztus olyan személyiség, amelyik tulajdonképpen a történelem legnagyobb fenoménja. Ez utolérhetetlenül, most idézőjelbe mondom magam is, ki van találva, hogy az Isten leszáll, emberi testbe öltözik, és megváltja az emberiséget. Na most ezt akár egy szép mesének tekintem, akár nem. Emlékszem, éppen apám hazajött, és ilyen fiatal gyerekek körbeálltuk 3 év után, hogy mi tartotta őt életben. Hát azt mondta, hogy a torna és a hit. És akkor fejtegette egyszer arról azt, hogy amik ezek a dogmák, amire célzol, hogy misztikusak, és hát nehezek, hogy úgy mondjam, de olyan gyönyörűek, hogy megemeli az emberi lelket. Ő azt fejtegette, hogy akár emberileg elképzelhető, tudományosan igazolható, akár nem, Szűz Mária Szentlélek által való megszállása, vagy pedig a hostya Krisztus testévé válása, ez gyönyörű. Ezt minden ember tudja. Na most, akik ezt átérzik, és azért mégis vannak jó 1,5 milliárdan katolikusok, azok tudják, hogy ezt a boldogságot, ezt az ünnepet semmivel nem lehet pótolni. És én is azt tapasztaltam, hogy ez a megilletődettség a lét fölött, hogy miért vagyok a világon, hogy lehetne ebből a szorongatott állapotból kikerülni, ezt semmelyik filozófia számomra történetesen nem nyújtotta. Mert maga az, hogy az ember egy létező, egy természetbe kivetett, világegyetembe kiűzött, valamilyen őrületesen magányos létező, ha belegondolsz, hiszen azzal áll elő, hogy a vad állatvilágban, amelyik könyörtelenül érvényesíti a saját fogait és jogait, előáll egy aránylag védtelen csimpánz, és azt mondja, na majd én ember leszek. Nézzük csak meg, hogy működik ez, és ő lesz az oroszlánok, a bivajok, a bölények, tigrisek ura. Mert van az emberben, ami a természetes adottságain túlmutat, egy kontranaturális, egy természettel szembe szegülő lényeg, és ez az, amit elvezet a transzcendenciába, elvezet az Istenhez, vagy elvezet Jézus Krisztushoz. Vajon amiről beszélgetünk, hogy ahogy fogalmazott, hogy ez egy nehéz, úgymond, idézőjelbe véve, vagy legalábbis nehezen érthető, vagy megérthető, vagy megélhető ünnep, ez a fajta dialektika, amiről picit beszélgetünk, ez vajon ma mennyire hatja át az embereket? Én kellő szomorúsággal szemlélem az egyház szerepét is ebben, őszintén meg kell mondjam. Én magam nagyon, hogy mondjam, drukkolok érte neki, stb., de úgy érzem, hogy nem áll a helyzet magaslatán történetesen maga a magyar egyház. Már milyen értelemben? Olyan értelemben, hogy ez a 40 év egy skizofén helyzetet teremtett. Meg lehetett a vallást őrizni odahaza, a zugszobában, és még megkeresztelték is vidéken is, hát így folyt, hiszen ezt tudod, hogy ott mindenképpen. Na most ott a pártitkár is megkereszteltette a gyerekét, de 4 faluval arrébb vagy bujkálva. Na most ez egy skizofrén állapotot teremtett, hogy Jézus Isten, itt meg kell életben maradni, ugyanakkor Istentől nem lehet elszakadni. Na most úgy érzem, ebben a 40 évben olyan nagy egyéniségeken kívül, mint Apor Vilmos, vagy Grősz József, vagy különösen Mindszenti, ezeket kivéve a papság egy jelentős része, különösen ugye azok, akiket sikerült békepappá bepasszírozni, hát nem állt a helyzet magaslatán, és ez öröklődik mai napság se. A rendszerváltással nem újult meg igazán az egyház sem a szememben. Én mindent megtennék, de azt látom, hogy például magukat a
katolikus folyóiratokat, újságokat, médiákat is olyan módon tudják manipulálni pénzügyileg, hogy elvesztik eredeti tisztaságukat. Uh-huh. Jó, de ha ez a megújulás, ez milyennek kellene lennie? Egyszerűen olyannak kell lenni, ami van is, ami szintén tény, hogy Rómában voltunk talán egy 8 évvel ezelőtt régi iskolatársaimmal, és ott a pápa adott egy ilyen 6000-es főnek fogadást. Na most, ami ott volt, az a bizonyos ősközösség, amire jó volna, ha rátalálnánk, a katakomba hit, mikor még a hit teljesen eleven és természetes, és kiküzdött hit ugyanakkor, akkor ott fölállt 3-4 ilyen kis vietnámi lány, és egészen élénk, modern zenével köszöntötte a pápát. Na most, azt hiszem, ez a módja annak, hogy ez az egyház újra az üdvösségnek a fényes egyháza legyen. Én erre vágyom. Na most, ez az öreg ember, aki most a őszentsége, ez egyszerűen zseniális abban, hogy beutazta a világot, és valahogy közvetlenül oda ment, és megcsókolja annak a kisgyereknek a homlokát. Ez ilyen pápa nem igen akad. Az is zseniálisan van kitalálva, hogy ugye épp egy lengyel személyt választottak meg, ami akkor döntő volt, hiszen a Szovjetunió összeomlás felé haladt. De maguk a papság nagy gárdája. Szeretném, hogyha nagyobb lendülettel működnének. Van erre példa, mondom ezt is, de hát idehaza is rengeteg olyan fiatal kör van. Az én fiatalságom idején én például a katolikus körben szavaltam Tóth Árpád verset, meg Adi verset, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem csendesen, és váratlanul átölelt az Isten. Ugye? És ez egy olyan trambulint adott, ami ha nem ilyen jellegben, de megmarad bennem. Én szeretném, ha az én gyerekeim is, 5 leányom és 17 darab unokám, és ebből kortyolnának egy jó nagyot, egy jó friss, tavaszi, húsvéti, allelujás italt. Uh-huh. De hát ehhez az kell, hallgatva, hogy haladjon a korral, úgymond az egyház, és szólítsa meg úgy az embereket, ahogy a mai kor nyelvén, a mai problémákkal kell szembenéznie, hiszen sokat változott a világ, és változik folyamatosan. Igen, ez a legkétélűbb dolog. Tudnék, amilyen mértékben az egyház föladja a merevségét, olyan mértékben kopik. Ez a tragikomikus helyzet. Na most ezt csak nagyon nagy emberek tudják igazán, nagy személyiségek tovább vinni, hiszen itt van maga a cölibátus, a női, a papi nőtlenség. Ez egyrészt humorosnak tetszhet, másrészt pedig elavultnak, gyermetek dolognak, hogy egy felnőtt férfi kvázi önmegtartóztatva éljen. Ugyanakkor ugye ezt most már nagyon erősen kikezdik, az egyházon belül is, mert akarnak haladni a korral. Én azt hiszem, a legnagyobb probléma mindig az, hogy haladni akarunk a korral. Nem a kor számít. Ez semmi. 3 évezred semmi. 5 évezred semmi. A történelemnek nagyobb ívei vannak, és ebből a szempontból a katolikus egyháznak talán úgy kellene konzervatívnak maradni, hogy a tudomány területén viszont teljesen hiteles, modern legyen. Most kérdezték a torinói leperről a pápát, és kérdezték, hogy ugye ő neki csalhatatlansági jogköre van, tehát ha ő azt mondja, hogy az Krisztus testét borította, vagy abba göngyölték, akkor az így van. És azt mondta, én magam, mint magánember hiszem. Ez a distinkció. És én azt hiszem, ezt a katolikus embernek tudomásul kell venni, hogy a biokémia, én magam ugye klinikai pszichológus voltam, tehát évekig dolgoztam súlyos betegek közt. És láttam, hogy nem lehet rajtuk segíteni. Se freudizmussal, se ráolvasással, se
sokszori ilyen-olyan pszichológiai kísérlettel. Gyógyszerrel viszont nagyon nagy változás van történetesen a depresszió kezelésében. Na most ezt megtalálni, hogy én a depressziót valóban egy fizikai, agyi betegségnek tudjam, tartsam, és kezeljem, és laboratóriumban kidolgozzam, de azért tudjam azt, hogy ennek van egy transzcendens vetülete, ahogy tudják ezt a taoisták, ahogy tudják ezt a buddhisták. Azt szeretném ezzel a verssel érzékeltetni, amit az előbbiekben is beszéltem, hogy ez az Isten-ember kettősség milyen módon lopódzott be a történelembe. Itt van előttem egy festmény, hiszen most jelenik meg 107 festmény, 107 vers című gyűjteményem, és egy képet találtam, Trebuni oltár mestere, imádság az Olajfák hegyén, a Prágai Nemzeti Galériában van, és 1380 körül festették. Most ebbe olyan gyönyörűen szunnyadoznak itt az Olajfák hegyén a apostolok, mintha a legjobb dolguk lenne, miközben Krisztus ugye megy a keresztre. Most ez a kettősség, hogy annyira bizalmasak, hogy elalusznak a halál napján, elalusznak az elfogatása napján. Szóval ez az a hazaérkezés, azt hiszem, amiben megvan az a humor, hogy miközben imádjuk, közben barátnak is tekintjük. Úgy szunnyadoznak boldogan a kertben, mint régi rajkók az anyaölekben, és bóbiskolnak maga tehetetlen. Tónustalanul csak a levegőben üldögélnek, végtelen felelőtlen, mindenki bűnös kívülük, csak ő nem. Gondolja Péter, Jakab vagy Tamás, kell egy kis éjszakai álmodás, hajnalra úgyis ránk szakad a láz, ha testünket kiveri a veríték, ha rádöbbenünk, hogy már sínre vitték, és észrevesszük, hogy fára feszíték. Olyan gyorsan következett az óra, csütörtökről péntekre virradóra, elálmosodtunk, nem tehetek róla. Pedig szerettem. Olyan volt a hangja, ahogy a tó fölött szállt, csengve, bongva, nem volt olyan Jeruzsálem harangja. És a beszéde át volt szőve százszor égbe feszített szép paraboláktól, és mégis értette a birkapásztor. Még én is, Huncut kék szeme úgy égett, amint agyába működött a végzet, hogy megértettem. Végig az egészet. A levegőben lebegett a tájon, mint könnyű lepke, rózsafényű álom, a csuda vigye, most meg nem találom. Nem bukdácsolt, vakon suhant előre, anélkül, hogy a lábát beütötte, az angyaloknak parancsolt felőle. Hozhattam volna egy használható tört, de mint a méreg az álom előtört, már este 8-tól húzom itt a lóbőrt. Igaz, nem szoktam hozzá ennyi hechez, a lelki furdalásnak vége nem lesz, de Márk azt mondja, úgy is megkegyelmez. Azzal kezdtük, vagy hát beszéltünk arról, és ebben a versben is tetten érhető a hát a borúra derű. A kettőség. A kettőség. És van még egy csavar azért ezen az ünnepen. Ugye a derű nem csak vallási értelemben derű ezen az ünnepen, hanem ugye Magyarországon ugye speciális szokásokkal bír a húsvét, amelyet pogány időből eredeztetnek. Még ez is csavar ezen az ünnepen, hiszen vannak olyan momentumai, ami nem kifejezetten úgymond a kereszténységhez köthetőek, mégis ezzel még egy fajta fokozása jelenik meg az örömnek. Jól látom? Hát a történelem teljességben összefügg. Hát maga az áldozat, hogyha Krisztust áldozatnak tekintjük, ennek ugyanúgy megvan az előképe a pogány történelemben, hiszen eleve a legősibb törzseknél is, ahol Gogen járt például, ott aztán igazán megnyilvánult ez, hogy még a 20. század elején is
19. század végén állatokat áldoztak. Most ez az áldozat ment át ebbe a Jézus képbe, és igen, így az ünnepeik, ugyanígy a pogány szokások, hiszen az emberiség egy. Ezt sajnos meg kellene tanulni mindenkinek, még az is, aki terroristára és fölszabadítóra osztja a világot. Az emberiség egy. Ennek kellene lenni a 21. század koronájának, hogy olyan módon ülhessen együtt, ahogy ezt szerették volna annak idején az internacionalista politikában, egy kínai, egy néger, egy fehér és egy indián, ahogy a nagykönyvbe meg van írva, és békepipát szívjanak. Tudnék, ha erre nem jön rá az emberiség, hogy ez micsoda öröm embernek lenni, amit a falusi ünnepekben, és hát főleg a pogányságból származó valóban tiszta keresztény ünnepeken megnyilvánul, akkor elvész. El fogja pusztítani magát. Csak a derű óráit számolom, ahogy mondja a költő. Ha ez nem lopódzik be az emberiségbe, nem hiszi el, megint csak visszatérek, úgy látszik ez a veszőparipám, hogy az ellenségem is ember. Ugye úgy szeresd az ellenségedet, mint fele barátodat. Azért ez egy nagy dobás. Azért Jézus kiforgatta az Ószövetséget olyan módon, hogy az ember szeretetet, kérdezték, mi a legfőbb parancsolat, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Na most ez, ha nem jön létre, állítom, hogy az emberiség elveszett, aminek az előjelei sajnos már megmutatkoznak, hiszen látjuk, hogy az Amerika pénzhatalmán, amit fegyverhatalomra vált, nem igazán működik. Amerikát jelenleg úgy utálja a világ, mint talán a Szovjetuniót sem utálta. Erre nincs szüksége, mert ugyanakkor, mint a római birodalom annyira kiterjeszti a határait, hogy megbicsaklik, és ehhez Amerikának igazán nincs eszméje. Nagyon szép keresztény megnyilvánulások vannak Amerikában, de az igazi kereszténység Amerikát nem szentelte meg. Meg is érkeztünk végül is ahhoz a témakörhöz, amit még gondoltam mindenképpen, hogy beszéljünk róla, hogy arra, hogy az emberiség rájöjjön, ahogy fogalmazott, hogy egy, mindenki, még az úgymond az ellenségem is az ember, és tisztelnem kell benne az ember. Ebben rendkívül nagy felelőssége van, és most kezdjük egy kicsit szűkebbről a kört, aztán majd tágítunk. Például az irodalmároknak, például az írástudóknak, az ő felelősségüknek, az ő esetleges árulásuknak, ha már erről beszélgetünk. Ez ügyben mit gondol? Itthon Magyarországon induljunk ki ebből. Itthon vagyunk. A művészetnek sok mindenhez joga van. De azt hiszem, az a felelősség is terheli, hogy szép legyen. Ugyancsak az őskorból származik, az előemberünk, a kis csimpánzunk meglátta a tigrist, amennyire félt, el volt ragadtatott, olyan gyönyörű volt. Vagy az epracsikok olyan gyönyörűek, amit ki se lehet festőnek találni. Innen származik a szépség. Na most, hogyha ez a biológiai szépség került be a művészetbe, akkor valamilyen módon az írót, a festőt, az alkotót is szépre kell, hogy sarkalja. Természetesen ez nem zárja ki a tragédiák komorságát, vagy ahogy az előbb beszélgettünk, Shakespeare-nek a tragédiáit, vagy a görög tragédiákat, vagy a zenének a legnagyobb Wagneri és Beethoveni tragikumát, de az a csodálatos az igazi művészben, hogy a tragikum is szép. Na most, ha a tragikum csak letör, legyötör, lenyom, akkor az nem is talán nem is igazán nagy művészet. Most azt hiszem, hogy amire célzol, hogy az erkölcsi jelleg a művészetnek, ez milyen mértékben sérült Magyarországon, azt hiszem, nagyon nagy mértékben. Stúdiónk vendége Gyurkovics Tibor író, és ott hagytuk abban a rövid hírek előtt, hogy
a művészet felelőssége, akár abban az értelemben, hogy segítsen az embereken. És ugye az volt a végszó, hogy itthon Magyarországon, úgymond erkölcsi értelemben, amiről beszélgettünk az elmúlt pár percben, vannak bajok. Miért gondolja így? Úgy gondolom, most az írókra, alkotókra vonatkoztatva, ugye erről volna szó. Mi ugye legalább, hogy nagy szavakat használjak, 30-40 éven át küzdöttünk azért, hogy írószabadság legyen, olvasószabadság legyen, alkotószabadság legyen. Ez az ellen, hogy ugye a szovjet módszer szerint cenzúráztak mindent, amit I. és Gyula megír a egymondat a zsarnokságban, ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van, az ágyban, a názban, stb. Mindenütt. Na most ez ellen küzdött minden jobbfajta író például. Hát ez nem vált be. Mert igaz, hogy a cenzúra működött, de valamilyen titokzatos módon az írói szolidaritás sokkal nagyobb. Most, hogy bejött kvázi az a fajta szabad verseny, ami inkább a kapitalizmust jellemzi, mint a szocializmust, melynek félreértés ne essék, nem vagyok a kapitalizmusnak másodpercre sem híve, inkább egy olyan szocializmusnak, amelyben a közösség értékei szerepelnek, akkor működött. Annak ellenére, hogy 56 után börtönbe kerültek írók, elhallgattattak írókat, cenzúráztak, stb. De azzal, hogy privatizálták a végső rendet, privatizálták a támogatást, privatizálták a könyvkiadást, privatizálták az újságokat, médiákat, azzal olyan ember-ember ellen való küzdelmet hoztak be, ami szerintem nagyon nagy mértékben megosztotta a társadalmat. A társadalmat és a művésztársadalmat is? A művésztársadalmat őrületes módon. Még soha inkább talán, mint az embereket? Hát még inkább. Én ennyire nem utálta író az írót, mint mostanság. Uh-huh. Festő a festőt, vagy irányzat az irányzatot. Hát ez kizár dolog volt, hogy én emlékszem, még 1999-ben írtam valamit, amit éppen a napokban találtam meg ott az iratok versek között, aminek az volt a címe Együtt. Szerettem volna egy olyan folyóiratot, olyan kis médiácskát létrehozni, amelyben kvázi leegyszerűsítve a baloldali és a jobboldali alkotók, természetesen mind a két elnevezés téves és hibás, de kvázi a pszichológiai realitások éppen úgy helyet kaptak volna, mint a avantgárdok, és a fele újság. Ez lett volna a fele újság, az lett volna. Versek, és már kvázi egy ilyen nagy, szép teniszmeccs alakulhatott uh-huh. volna ki, és én emlékszem, hogy mi bukott meg ez az ember? Hát egyrészt azon, akiknek fölvetettem, maga Schmidt Máriával, én nagyon jobba voltam, nagyon szeretem is őt, a maga elszántságai és furcsaságai ellenére, hogy nem jön ez be, Tiborkám. Beszéltem egy másik emberrel, a kulturális igazgatóval, aki azt mondta, hát ez teljesen reménytelen. Hát hogy akarod egy asztalhoz ültetni azokat, akik látni nem bírják egymást? De hogyha egy úgynevezett álavangárd író, nem akarom megnevezni, mert egy szép ünnepen erről nem érdemes beszélni, azt mondja, hogy gyűlöljenek csak minket, mi jobban tudunk sokkal gyűlölni. Ez méltatlan. Uh-huh. Most én azt szeretném, hogy ez az együtt, ez nem valami álságos, humanitárius cselekedet lenne, hanem tudnánk azt, hogy a másik író milyen értékeket hozhat létre. Uh-huh. Hubay Miklós 85 éves. Én még mindig észreveszem, noha most már igen, nehezen lát, tehát felolvasnak neki, hogy figyel ma is a másik íróra. Hát ez csoda. Ez a legritkább eset. Mert a másik ember nem, másik író nem. Na most én ezt tartanám az írói erkölcs leglényegességnek, hogy ne privatizáljuk
se egymást, se az irodalmat. De ne csak irodalomról beszélgessünk. Ez talán ki lehetne terjeszteni, úgymond az értelmiségi körre is, nem? Akiknek szintén egyfajta segítő szerepet kellene, hogy játszanak. Igen. Bizonyos értelme a társadalom segítése lenne a cél. Hát nagyon is. Mindegy, hogy most milyen gondolati háttérrel, már legalábbis a, ha már az oldalakról volt szó, nyilván kikerülhetetlen, hogy ellenkező alapokon nyugvó ötletek, gondolatok álljanak egymással szembe, de mégis lehetne ott is együtt. Hiszen közös értékeket kellene, nem, megfogalmazni, amitől senki nem térhetne el. Hát nagyon is, hiszen a szabadság nem gyűlölet. Ez félreértés. Ha egy orvosprofesszor jobb, mint a másik orvosprofesszor, annak örülnie kell, és vagy együtt dolgozni, vagy együtt gondolkozni azon, hogy hogy lehessen jól, de ugyanígy a mérnökök, ugyanígy a agrárosok, szóval. És ez pedig maga akár szomorúan hangzik, akár nem, a nemzet volna. Ha volna egy ilyen nemzet, amiben bizonyos mértékig mindenki otthon érezné magát. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, mondta Tamási Áron. Ennél szebbet nem tudok kitalálni, magam is írtam erről egy színdarabot. Tudnélik, az emberek akkor tudnak igazán, hogy úgy mondjam, munkálkodni, hogyha otthon érzik magukat. Na most azok az emberek, akik folyton idegenben érzik magukat, azok természetesen keresik az úgynevezett másságot, hogy miért más az, miért más ez, miért jobb ez, miért rosszabb ez. Ez a nemzet, ez a bizonyos egység elkerülhetetlen. Tehát jó volna, ha egy olyan kamara zenekar, vagy esetleg nagy zenekar játszana a kormányzatban is, amely ezt ambicionálja, hogy együtt zenéljenek a értelmiségek, művészek. És nem, az ellenzékiség az egy gyönyörű vonás, hiszen minden író ellenzéki, másképp le se tud írni semmit, minden kormányzattal szemben, de valami jobbért. De egymással. Az az alapvető szolidaritás rendkívüli módon hiányzik, és erre jó volna bármilyen ünnep, és magam is ezeken részt szoktam venni, ahol másfajta emberek részt vesznek, hogy halljuk egymás muzsikáját. És azért is fontos ez talán, amiről beszél, mert hogyha az értelmiség vagy a művészi kör ebben meg tudna állapodni, tisztelve egymás különböző gondolatait, hiszen nem arról van szó, nyilván ön sem arról beszél, hogy most egyformán kell szólni, épp hogy ellenkezőleg, csak meghallgatva egymást, tisztelve a másikat, hogy akkor nagyobb, nagyon sokat tudnának tenni azért, hogy az ember, úgymond hétköznapi emberek, nem szeretem ezt a szót, de az ember, az emberek is meg tudják ezt tenni, hiszen mit vár, úgymond, az ember, hogyha azok, akik az ő segítésüket szolgálnák, vagy szórakoztatásukat szolgálnák, a szépséget megmutatnák nekik, ők sem tudnak együtt gondolkodni, tenni. Bizonyos alapértékek mentén. Igen. Azt hiszem, ez a leglényegesebb, hogy egy nincs más szó, családban legyünk, akár honnan származunk, akárhova megyünk, ahogy ez szintén így is megírta, ez egy népközösség. Mondok egy példát, ami talán kitekint is egy kicsit, és ami szintén ezekből következik, bár rejtve. Német és francia ellentét a világon a legnagyobb ellentét volt. Nagyon hosszú éveken át, évszázadokon át. Ugye? Na most az, hogy kitalálták, hogy a két nagyhatalom megegyezzen, és együtt hozzognak létre az Európai Unió kezdetén egy bizonyos közös acél és szén részvénytársaságot, vagy európai, ez megoldotta Európának a legnagyobb konfliktusát. Tehát, hogy a gyűlölt német, a gyűlölt franciával együtt tudjon létezni. Na most én ugyanígy gondolom, nekünk ez borzasztóan fontos lenne, ha már ilyen messze szálltunk a nagy szavakkal, hogy itt a Kárpát-medencében, a körülöttünk lévő népekkel,
olyan egyességre kellene jutnunk, mint franciák a németekkel. A szlovákokkal így, a kárpátaljaiakkal, a szerbekkel, éppen úgy, mint az osztrákokkal. Tehát egy ilyen szerződést kellene kötni, egy kis Európát. Az lenne egy nagy dobás és nagy ötlet, hogy, amit ugye próbáltak pedzeni és kezdeni Antal maga a visegrádi négyekkel, hogy ez olyan masszív szerződésé váljék, mint a nagy Európai Unió, ahova éppen igyekszünk. Kis Európai Unió nagyon jól működhetne egymás, hát amit a KGST is akar tulajdonképpen a maga nyomorult módján, csak ott csirkét kutyára cseréltünk egy egész egyszerű módon, de ez, hogyha szellemileg is, Németh László is írja, hogy sokkal kevésbé ismerjük a szerb, horvát, cseh irodalmat, mint a franciát, meg az angolt, és ők is minket. Hát mi együvé tartozunk egy kicsit, így maradna fel, és így tágulna ki egy kicsit a nemzet. Jó végszó. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Gyurkovics Tibor írót, költőt hallották.